Hazai győzelemmel zárult a megyei első osztályú bajnokság 18. fordulójának rangadója, a tiszavasvári 3-1-re vert a Nagyecsedet. A Nyírgyulaj 5-0-ra kiütötte a Fehérgyarmatot, a Tuzsér 3-0-ra nyert a Gyulaháza ellen, a Nagyhalász Mándokról vitt el a 3 pontot 1-0-ás sikerével. Két találkozó végződött döntetlennel, a Máté Szalka Baktoló Rendháza meccs 1-1-jel, az Ibrány Vásáros Namény összecsapás pedig 2-2-vel zárult. A listavezető Balkány 3-1-re verte a Sényűt. Mirgai László 47 mérkőzés óta veretlen együttese 38 ponttal áll a tabella élén, megelőzve az egyel több meccset játszó 32 pontos Tiszavasvárit, a 29 pontos Nagyecsedet és a 28 pontos Nyírgyulajt. Nekünk most még nem szabad nézni a tabellát, persze megnyugtató, hogy a 9 ponttal vagyunk Ecsed előtt, Vasvári előtt 6-tal, ugye, de én azt gondolom, hogy ha továbbra is csak arra törekszünk, hogy mindig a következő meccset nyerjük meg, akkor ráérünk majd a vége fele nézni a tabellát, és azt gondolom, hogy ha ilyen jól szereplünk, és továbbra is a veretlenségünket tudjuk tartani, akkor előbb-utóbb leszakadnak a mögöttünk lévő csapatok. De igazából nem foglalkozunk még ezzel. Jól esik, hogy ennyivel vezetünk, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul továbbiakban. A 19. forduló rangadóján a Balkány a Nyírgyulajt fogadja. A Nyírgyulaj nagyon jó csapat, tudjuk, hogy idegenben is jól szerepel. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, sajnos a pályánk nagyon rossz, nagyon mély esőt is mond hétvégére, úgyhogy a körülményekkel is meg kell ezt küzdeni. Hát én azt gondolom, hogy ez 3 esélyes ez a mérkőzés, bármi megtörténhet, hát azon leszünk, hogy ha a helyzetkihasználásunk javul, akkor talán begyűjthetjük ezt a 3 pontot. A forduló további párosítása a következő: Baktoló Rendháza Tiszavasvári, Vásáros Namény Máté Szalka, Nagyecsed Mándok, Nagyhalász Tuzsér, Gyulaháza Rakamaz és Fehérgyarmat Ibrány.